Hát sziasztok! Örömhírt osztott meg pár órával ezelőtt az olvasóival az nsho.hu. Látjátok is, Loïc Négo a francia első osztályú Le Havre csapatába szerződhet. Ahhoz a Le Havrehoz, amely most megnyerte a francia másodosztályt. Azt is tudjuk, ugye, hogy Bölöni László Metze ugye szintén feljutott az első ligába, de a Le Havre nyerte ezt a rangos bajnokságot. Úgyhogy első osztályúként kezdi a mérkőzéseit, és nyilvánvalóan szükségük van a tapasztalt, nagyon gyors, nagyon kreatív Loïc Négóra, aki sok-sok-sok év után tér vissza szülőföldjére, Franciaországba, hiszen ugye ő, látjátok, 2010-11-es idényben még a Nantes játékosa volt, és aztán került a Standard Liège-hez, és aztán a belga tulajdonos jóvoltából ugye az Újpesthez került, és az Újpestben nagyon hamar felfedezték, hogy van benne kraft, és 2015-ben ugye továbbadták a Molfehérvárhoz, és innentől kezdve ő a Molfehérvár játékosa volt, és fantasztikus örömeket okozott a magyar szurkolóknak, mint Molfehérvár játékos, és mint magyar válogatott. Látjátok, hogy az U20-as VB-n még Franciaországot képviselte, de 9 évre rá már Magyarország színeiben játszott először a selejtezőkön, majd pedig ugye az Európa-bajnokságon remekül, és hát senki nem feledi azt, hogy az izlandiaknak lőtt szép góljával ment döntetlenre az állás, aztán ugye Szoboszlai megfordította, és így ugye egyenesen ki tudtunk jutni az Európa-bajnokságra, ahol szintén nem játszottunk alárendelt szerepet. Itt látjátok az átigazolási időszakokat, és azt is látjátok, hogy egy nagyon rövid ideig az AS Rómánál is volt, azonban az AS Rómánál nem termett neki túl sok babér, a keretben volt, de ugye játszani nem játszott. Kupameccseket is lehet látni nála, illetve a nemzetközi kupamérkőzéseket látjátok, hogy óriási nemzetközi kupa rutinnal rendelkezik, hiszen 43 nemzetközi kupa meccse van. Hát viszonylag kevés az a magyar labdarúgó, aki ennyi kupa meccsel büszkélkedhet. És hát Loïc Négo ugye mára már ízzik vérig magyar lett, és nagyon remélem, hogy ez a hír annyira feldobja őt, hogy a válogatottba is, hogyha becseréli őt most a litvánok ellen Marco Rossi szövetség kapitány, akkor egy remek teljesítménnyel fog előrukkolni. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a Le Havre nem azokat a buta sztereotípiákat nézi, hogy valaki 30 fölött már nem használható játékosként, hanem pontosan tudja Négo erényeit és Négo hibáit. Ugye ez az egyesület egyébként egy nagyon régi egyesület, ahogy látjátok itt az összefoglalóban, angolok hozták létre, és először rögbi csapatuk volt, és aztán pár évre rá alakult a labdarúgó klub, ami 1899-ben megnyerte a bajnokságot. Egyébként nekik van francia kupa győzelmük is, ugye itt látjátok is, ugye, hogy 59-ben nyerték a francia kupát, illetve hát sokszor nyertek ők második ligát is, tehát egyfajta liftező csapatként mondhatók, hiszen 2008-ban is felkerültek, de hát aztán majd újra lekerültek. Itt van a tulajdonosi szerkezet, de ennél talán érdekesebb a keret, amelyben Kelet-Európából jövő játékos egyáltalán nincsen, és láthatóan arra törekednek, hogy nyelvi problémák se legyenek, tehát a túlnyomó többsége ugye a játékosoknak franciául remekül beszél, és így ugye nincsen gond a beilleszkedéssel, ahogy a Loïc Négónak sem lesz, hiszen nem kérdés, hogy ő ugye francia anyanyelvűként ezt minden gond nélkül tudja megoldani. Ő maga jött el a Fehérvártól, látjátok, hogy azért nagyon hullámzó idénye volt már, nem is nagyon volt kedve ebben a botrány csapatban játszani, és tudjátok, mit azt kell mondanom utólag, hogy ennek volt is igazsága, tehát az, hogy a Fehérvár egy hajszállal bennmaradt, az nem Loïc Négo szintje. Loïc Négo szintje az, hogy egy magyar bajnokság kiemelt csapatában, vagy egy nemzetközi bajnokság, jó nemzetközi bajnokság közepes csapatában játszon, ez az ő szintje, ennél lejjebb nem érdemes menni 32 évesen sem, úgyhogy én nagyon örülök ennek a váltásnak, és még egyszer mondom, nagyon remélem, hogy ez rendkívüli módon inspirálni fogja őt. Ugye a L'Équipe az nem mond hülyeségeket, tehát a L'Équipe információját 99%-os
biztonsággal érdemes elfogadni, mert ahogyan a kikker sem ül fel felesleges pletykákra, úgy egyértelműen itt is ez a helyzet. No hát ezt szerettem volna mondani. Még egy mondat egyébként, hogy ez egy nagy utánpótlás nevelő bázis előáv, amelyik ebben például Pogba vagy Payet is felnevelkedett, tehát ebből a szempontból is egy nagyon érdekes, különleges csapatról van szó. Na ennyit szerettem volna mondani, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérlek iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt állt a számlaszámon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, ez olyan, mintha egy kávéra hívnál meg. Hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás, hajrá Loic Négó, a Jóisten áldjon meg mindenkit!